Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Solt Vadkerti Televízió, benne a Vadkerti Krónikával. A következő több mint fél órában tájékozódhatnak mindarról, mi minden történt az elmúlt héten városunkban, illetve térségünkben. Mai műsorunk témái a következők. 300 fát ültetnek el a Vadkerti tó körül. Előtérben a természetes anyagok, a foltvarrás titkai. Szenior örömtánc Antal Ildivel. 5-4-es vereséget szenvedett a Vadkert FC a Bócsától. A Vadkert.com/szol Kft. Munkatársai a téli időszakban több területrendezési és környezetszépítési feladatot is elvégeztek a Vadkerti tónál és a város különböző részein. Folyamatosan zajlik a fásítási program, és örömteli módon a Vadkerti tó vízszintje is jelentősen emelkedett az utóbbi hetekben. A mai napon egy kicsit zord időjárást fogtunk ki, hiszen annak ellenére, hogy tél van, kellemes napsütéses idő volt, de most elkezdett esni a hó, pedig, ha mondhatom így, a meteorológiai tavasz beköszöntének idejében vagyunk, és ugye ezért riportozunk most itt a Fekete Villában. Egy kicsit beszéljünk arról, hogy a Vadkerti tóval mi a helyzet, hogyan tudtátok a telet átvészelni, milyen munkálatokat tudtatok elvégezni. Hát a Vadkerti tón nagyon örülünk minden egyes milliméter csapadéknak, mert a tó víz utánpótlásán nagyon sokat segít és számít is. Jelentősen növekedett a vízszintünk az elmúlt egy hónapban, természetes úton is és mesterséges úton is működik a víz után visszapótlásunk. Maga a strand szezonra való és a strand felkészítése az folyamatosan történik, javításokat hajtottunk végre és fejlesztéseket. A javítások... vízpartról mit lehet tudni, ugye ott mik alakultak, mi történt ott? Volt egy kisebb javítás ugye a stégnél is. Így van, a stégünknél kellett egy statikai erősítést és javítást végrehajtanunk, amit sikerült megoldanunk, és kész is van. A fejlesztések, még a családi napozók kialakítása megtörtént az előző évben, de az idei évben lesznek berendezve, és még komfortosabbá téve, hogy ezáltal is az ide látogató vendégeinket magasabb színvonalon tudjuk kiszolgálni. Ha jól tudom, itt beszélgettünk, ugye a riport előtt egy zöld növényfejlesztő program is elindul, aminek egy nagyon látványos eleme lesz majd a strand részen. Erről mit lehet tudni? A strand részen is megtörténnek a zöld növényzet pótlása és különböző növényzetek telepítése. Egy különlegességgel készülünk, ami dachlatán fák ültetésével egy ernyő lombkodona kialakítással természetes árnyékolókat szeretnénk kialakítani. Most még elsőre kísérleti jelleggel 3 ilyen fát fogunk telepíteni a napos oldalra, és ha beváltja a hozzáfűzött reményeinket és tetszik az embereknek, akkor majd folytatjuk a többi részen is hasonló fáknak a telepítésével. Ez pontosan hova kerül ez a párfa? Ez a párfa a Villától a Zuhanyzókig terjedő részre, ami a legnaposabb, legmelegebb területünk, ám bár aki strandon jön, az mindenki a napot keresi, de azért amikor már kánikula van, akkor a napernyők és az árnyékos helyek a népszerűbbek. Beszéljünk egy picit még a zöld növényfejlesztésről. A strand környezete, illetve maga a terület környezete is megújul. Több új fa került elültetésre a közelmúltban. Hogyan áll ez a helyzet? A strand legfontosabb saját edzés beruházása egy öntözőrendszer kialakítása. A fogadóépület külső részének nem volt megoldott az öntözése, és a belső részen is a meglévő öntöző rendszer fejlesztésre került, és egy automata öntöző rendszert sikerült az idejében első lépcsőben, ütemben kialakítanunk, amely pontosabb, kevesebb vízmennyiséggel, ivóvízminőséggel tudunk öntözni, amit a növények könnyebben fel tudnak venni, és a rendszeres kijutatásnak köszönhetőleg nagyon bízunk abban, hogy még látványosabb, még szebb lesz a
stand és annak a környezete. Ezzel párhuzamosan önkormányzat pályázaton nyert 30 darab fa telepítésére támogatást. Itt ugye mi pályázni kellett, és a maga az összes faanyagot, a hozzátartozó cölöpöket, kikötőket, a talajtakaró mulcsot, sőt plusz még szakmai segítséget is a KEFAG-tól kaptunk a telepítéssel és elhelyezkedéssel kapcsolatban, amelyet Seres Ferenc képvisel itt Soltvadkerten. Ezeknek a fáknak az eltelepítése megtörtént ugye ezen a héten, jövő héten kerül a befejezésre a pályázatnak a kivitelezése. Ez az öntözőrendszer és a kialakult zöld felületek és a kerítések, a kerítések nyomvonalában cserjék ültetése, és még a fás parkolónak a felújítása a kemping oldalában lévő területen, ahol népszerű, és mindenki, aki ide érkezik, szereti árnyékos helyre leparkolni a gépjárművét, hogy amíg ő standol, addig ne legyen forrósága a gépkocsiban. Ezzel párhuzamosan elindul a Platán téren is egy fásítás, és ott is egy olyan parkolási rend kialakítása, amely már tavalyi évben kísérletjelleggel kitűztük és kijelöltük, és nagyon jó vizsgázott. Ugyanannyi autót el tudtunk parkoltatni a Platán téren, mint a nagyfás parkolóban. Egy kicsit mondj valamit arról is, hogy milyen fafajták kerülnek, illetve kerültek elültetésre. A pályázat során ide nyírfa, keskeny levelelő kőris és platánfa került. A nyírfa a Vadvirág utcai oldalra került, a kőris a főbejárathoz került, és a platánok pedig az új fogadóépület oldalába, a Platán tér felé kerültek eltelepítésre, amelyek a pályázat keretében, a saját beruházás keretében a fásparkolót nyárfákkal tudjuk betelepíteni, mivel hogy a talajvizsgálat is azt hozta ki, hogy más fafajta nem szereti azt a szikes talajt, ami ott található. A stand egyéb területein telepítünk el oszlopos tölgyeket, kocsányos tölgyeket, kőriseket, amiket saját költségen vásároltunk. A sportpálya környékére, a kivágott nyárfák helyére fognak kerülni oszlopos tölgyfák, és amivel nagyon kell a sportpályára, az árnyék fognak visszakerülni, nyárfák is, amik ugye nem voltak annyira népszerűek, mert túlnőtték a területet, de viszont ott van lehetőség és helyünk is, hogy elférnek. A tóvizének búcsa felüli részén is ugye történt fakivágás, területrendezés. Ezek a munkálatok mennyire voltak sikeresek? Hogyan áll ez a helyzet? Mennyire tudtátok pótolni ugye a kivágott fákat? Az ottani erdő kitermelés, mert ugye az nem a tó területe és külterületi ingatlan, erdő kitelepítése és visszatelepítése a vállalkozó által megtörtént kituskózással, felszántással, és visszakerültek a kiírt fafajták, a kőris fa és zömében juhar fák is kerültek telepítésre, első osztályú erdészeti árúval sikerült neki betelepíteni, hát ez egy hosszabb idő, mire be fog erősödni. A város egyéb területeivel mi a helyzet? Lesznek-e faültetések máshol is? Szeretnénk a városban is fákat ültetni. Kísérleti jelleggel a záportározó környékén is elindítunk egy fásítást. Ugye későbbi terveink között szerepel az, hogy nem csak záportározónak használni azt a területet, hanem ott van egy 4,5 hektáros terület, ott is egy kis parkerdő kialakítást eszközölni.
még igazából ott a talajszerkezet nem alakult ki az átmozgatások miatt, hogy nagy fásításba bele lehetne kezdenünk. Ugye ott egy talajcserét, talajforgatást hajtottak végre. Át kell egy kicsit rendeződni a vízelvezetésnek, ki kell alakulni a hajszálcsövességnek, mert most per pillanat, ha van eső, akkor fönt meg reked a víz, és nagyon lassan húzódik le, de viszont viszünk oda olyan fákat, amik talán bírják ezeket a részeket. Látható, hogy a fűzfák és a kődisek jól bírják ezt. A tölgyfák nem szeretik ezt a pangóvizes részt. Reméljük, hogy a nyár elejére, júniusig talán a járványhelyzet rendeződik. A tó kész lesz addigra, olyan állapotban lesz a tó, illetve a környezete, hogy megfelelően tudjátok majd fogadni az ide látogató vendégeket, esetleg a strandolókat is. Hát az elkövetkező két hétben megfeszített tempóba kell dolgoznunk. Mindenféleképpen szeretnénk azt, hogy már májusra úgy olyan környezettel várjuk itt az ide látogatókat és a kikapcsolódni vágyókat, akik csak szezonon kívül is egy jó sétára, egy kellemes időtöltésre, vagy netán kocogásra, vagy kerékpározással körbe tekerve a tót felüdüljenek, és egy szép idefoltja legyen a Vadkerti tó a céljuknak, a kirándulás célpontjának. A pandémiás időszakban hogyan látod, mennyire sokan látogatnak ki a tóra futni, kocogni, esetleg csak sétálni egyet? A mostani időszakban nagyon-nagyon népszerű, és nagyon sokan látogatják a Vadkerti tó strandterületét is, meg a környezetét is körben a kijelölt ösvényt, rengeteg futónk van, nagyon sok sportoló van. Szeretnénk már most a lehető legrövidebb idővel, ahogy elmúlnak a fagyok, komfortosabbá tenni az ide látogatókat, egy WC blokkot kinyitni, és felmerülő igényként azt folyamatosan biztosítani, hogy ha az ide látogatók használni tudják, mert akkor a látogatottságunk, hogy indokolt, nagyon népszerű a játszóterünk, nagyon várjuk az új beruházás keretében felépülésre kerülő új játszótér felépítését is. Hát akkor majd lesz egy hónap, gondolom, ameddig le lesz zárva ez a rész, és épül az új játszótér, de az egy nagy csoda lesz. A foltvarok számára minden szövet igazi kincset ér, hogy a természetes anyagból készült. A különböző ötletek és a kreativitás elengedhetetlen kelléke az alkotások elkészítésének. Nagy Anita foltvarról sok éve készíti alkotásait, amelyeket már több kiállításon is láthattak a kedves érdeklődők. Foltvaróként ismerünk itt a városban. Mióta jött a kapcsolat ezzel az alkotások készítésével, a foltokkal, a varrással gyakorlatilag? Honnan jött az ötlet, hogy foglalkozz? Varrással én már nagyon régóta foglalkozom. Ugye annak idején, mikor én gyerek voltam, akkor nem nagyon lehetett még kész ruhákat kapni, úgyhogy a nővéremmel mi középiskolás korunktól magunknak vartuk a ruhákat. Aztán, amikor a gyerekek jöttek, akkor nekik is én vartam a kis ruhákat, és amikor a legkisebb lányom körülbelül 2 éves volt, akkor voltam egy kiállításon 2002-ben, és foltvaros kiállítás volt, és annyira tetszett, hogy én akkor megkerestem a lehetőségeket, és akkor onnantól én a Magyar Foltvaró cégnek a tagja vagyok, és azóta szenvedélyesen varrok. Ha jól tudom, egyesületi tag is vagy valahol. Igen, van egy mi szakkörnek hívjuk is, körösen a Szellő Rózsa Foltvaró szakkör, úgyhogy annak tagja voltam, aztán mikor az előző vezető abba hagyta, akkor én lettem a csoportvezető. Hogyan tudtak működni, mi a legfontosabb szempont? Hát most a vírushelyzetben online működünk, tehát én megvarok valamit, küldöm a képet, a leírást, és akkor a többiek otthon csinálják. Egyébként meg 3 hetente találkozunk, és akkor én viszek mintát, vagy ötletek alapján, mit szeretnének varni, kidolgozom, méretezem, és akkor a következő alkalom, amikor megyünk, akkor megnézzük, hogy kinek hogy sikerült megvarni.
Milyen anyagokkal dolgoztok? Te milyen anyagokkal dolgozol? Van esetleg kedvenced, amit szívesen használsz? Hát ehhez a fótváráshoz csak természetes szállal készült, tehát a műszálas anyagok nem jók, mert ugye ez a vasaló égeti, összemegy, nyúlik, tehát csak a természetes pamutvásznat használjuk, vagy lepedővásznat, ezeket ebből lehet szépen varni. Mit lehet tudni konkrétan a fótvarrástól? Hogyan képzelje egy laikus? Hát tulajdonképpen én nagyon sokat nézegetek képeket. Itt látszik a szobámban, hogy rengeteg könyv van, szakirodalom. És akkor ha megtetszik egy-egy minta, vagy van olyan kívánsága a családnak, hogy most táskát szeretne, vagy neszeszert, vagy akár takarót, akkor elkezdek hozzá keresgetni mintákat. Ők megmondják, hogy milyen színekből szeretnék, és akkor a kettőből összerakom, tervezem, van egy tervezőfüzetem, abba színezem, rajzolom, és akkor utána kezdem el varni. Tehát ez annyit jelent, hogy több anyag, több szín, több igen. formából jön létre igen, az alkotás igen, végül is? Így van, és anyagból mindig az hiányzik, ami éppen kellene, úgyhogy iszonyú mennyiségű anyagom van. Van még egy szoba fönt, aminek a szekrénye tele van, meg még dobozokba is, meg itt is mindegyik szekrény anyagokkal van tele, úgyhogy nagy a honnan gyűlik össze ez a nagy anyaghalmaz, ugye, ami kell? Hát az elején úgy gyűlt össze, hogy akik így selejteztek, azok ezeket a természetes pamutanyagokat összeszedték, adták nekem, azokból ilyen szabászati maradékokat kaptunk. Most már inkább azért vásárolni szoktam az anyagot, illetve egy részét meg magam festem. Például ez, ami itt van, ez a mandala, ezt én festettem. Mit lehet tudni a festéstől? Milyen festéket használsz, milyen színeket, mit helyezel előtérbe? Sok festéket lehet használni, sokfélét, a textilfestéktől kezdve, akrilfestéken keresztül, a természetes anyagokat, vörös hagymahéjtó, a céklátó, a bodzán keresztül, mindent én is már kipróbáltam. Különböző technikákkal, mikróba melegítem, égetem bele a festéket, főzöm, van úgy, hogy a hóba öntöm ki a festéket rá az anyagra, vagy jéggel festünk, hát nagyon sokféle technikája van annak is. Egy alkotás, vagy bármilyen mű elkészült-e, mennyi időt vesz igénybe? A kezdetektől ugye addig, amíg elkészül. Hát ez attól függ, hogy mekkora méretű. Mondjuk ez a mandala, ez ugye egy... A festés nem volt olyan hosszú idő, ez egy tanfolyamot szerveztem, itt Vadkerten volt 2 éve nyáron egy tanfolyam, ahol magát a festést tanultuk, meg hogy hogyan kell fölrajzolni rá a mintákat. Aztán a minta fölrajzolása az egy jó 2 napos dolog, és akkor aztán még kivarni az meg még egy 3-4-5 nap, attól függ, hogy mennyit varok egy nap. Ezeket hát ez hosszú idő. Az alkotásokat esetleg lehetette már valahol látni? Voltak a kiállításaid, vagy közös kiállítások? Igen, a szakkörösökkel rendszeresen vannak kiállításaink. A legutóbbi az nagyon nagy sikerű volt, egy karácsonyi kiállítás, illetve volt egy tavaszi kiállításunk, ami a tavaszról szólt. Most egyelőre nincs terve újabb kiállítás, de volt önálló kiállításom is itt Vadkerten, akkor voltunk Kecelen a virágkiállítás kapcsán, akkor kimondottan a virágok volt a téma, akasztóra vittünk anyagot, aztán volt önálló kiállításunk úgy, hogy a nővéremmel kerámia és volt varázs együtt. Említettél több témát, karácsony, tavaszt, virágokat, mit takar ez az alkotásokban, hogyan köszönnek ezek vissza? A karácsonyinál ott színeket határoztunk meg, 3 fő karácsonyi színt, a bordót, a drappot, a fehéret, és akkor ebből mindenki azt varta meg, amit szeretett volna. A tavaszinál ott vittem egy csomó ötletet, és akkor ki melyiket választotta, a tavaszi színeket használtunk, tulipán mintákat, ezek voltak a fő motívumai. A sótvadkerti laposokkal, az itteni személyekkel tartod a kapcsolatot? Van-e esetleg olyan, akivel közösen foltvarásban tevékenykedtek? Igen. Vadkerten az első tanfolyam kapcsán többen kitartottak a foltvarás mellett, úgyhogy velük
szoktam beszélgetni, mintát cserélni, tanácsot kérni, adni, mikor mire van igény. Hogyan tudod képezni magad? Gondolom, itt is vannak tendenciák, vagy valami, amivel kell haladni. Honnan lehet beszerezni esetleg ismeretanyagot, amivel tudsz dolgozni? Most már nagyon kitárult a világ az internet kapcsán, meg ez a vírushelyzet most arra nagyon jó volt, hogy rengeteg online tanfolyamot szerveztek Foltvarázsba is, és akkor ezekből csemegézek. Van esetleg kedvenc alkotásod? Tulajdonképpen mindet szeretem, amit varok, ezért nem is szeretek másoknak varni, mert nagyon nehéz szívvel válok meg munkáktól. És esetleg téma, amit szívesen dolgozol nincs, fel? Nincs. Szeretek új technikákat kipróbálni, mindig kalandozni egy kicsit, hol erre, hol arra. Mit jelent az új technika, hogyan kell elképzelni? Most például most kezdődik egy szintén online tanfolyam, egy ausztrál hölgy tartja, ami egy különleges tűzési technikát fog megtanítani, és különleges anyagok használatát, tehát ami nem ez a lemvászonanyag, hanem a selyemtől kezdve mindenféle különlegességek lesznek beépítve, és tulajdonképpen ez már ilyen festményszerű képek lesznek majd a végén. Látunk itt különféle eszközöket is, ugye nálad, gépeket, tűket, egyebek, mit lehet erről tudni, hogyan tudod használni őket a mindennapokban, bonyolult gépeke vagy sem, ugye erről hát picit, ha mondanál valamit. Ez a varógép, ez egy kimondottan foltvarásra kitalált varógép, azért, mert ez a torok része, úgy hívják, ez sokkal szélesebb, mint egy normál varógépnek. Ez arra szolgál, hogy akár egy 2 méteres takarót, ha összehajtogat az ember, akkor ide be tudja csúsztatni, és tudja varni. Maga az asztal, az asztalos készítette, hogy még nagyobb felület legyen, illetve az egész így most össze van építve, tehát itt kimondottan nagy takarókkal is tudok dolgozni. Szoktál is dolgozni egyébként? Szoktam. Igen, igen. Most is, ami itt anyag ki van szabva, az egy 240x240-es nagy takaró lesz. Mire szeretnél még készülni az idei évben? Vannak-e terveid, elképzeléseid? A tavalyi évben volt egy, a Magyar Foltvaró cég meghirdetett, illetve a Magyar Foltvaró céghen belül a Folt Modern csoport meghirdetett egy olyan játékot, játéknak indult, 12 hónapig tartott, hogy régi, nagyon hagyományos patchwork mintákat új elgondolásba varjunk meg. És ebből készült egy sorozatom nekem is, és nagyon szeretnék egy ilyen modern, ebből a modern sorozatból egy kiállítást szervezni. Hol tervezed megrendezni? Nem tudom még. Vagy Vadkerten, vagy Kiskörösön, ahol sikerül, ahol meg tudunk egyezni, ahol szabad lesz a hely. Egyenlőre meghagyja, véget ér a karantén, és lehet újra járni. Készülsz már a járvány utáni helyzetre? Ezt nem hagyhatom ki, ezt a kérdést. És hogyan készülsz? Mindenképpen készülök, mert nagyon sok foltvaros rendezvénye elmaradt. A foltvarosok egy elég összetartó csapat, és rendszeresen vannak találkozók, éves kiállítás, közgyűlés, és ez most mind-mind elmaradt már másfél éve, úgyhogy az idén őszre már tervezik az országos kiállítást, arra mindenképpen jó lenne eljutni. Az utóbbi években hazánkban is közkedvelt mozgásformává vált a szenior örömtánc. Az Antal Ildikó vezette táncos zenés mozgásforma sikere töretlen a környező településeken. Jelenleg nem működhetnek a csoportok, ezért a Kiskörösi Petőfi Sándor Művelődési Központ gondolt egy nagyot, és Szenior Örömtánc percek Antal Ildivel címmel videósorozatot készítetett, amelyből otthon is meg lehet tanulni a tánclépéseket. Szeretettel köszöntök mindenkit! Antal Ildikó Szenior Örömtánc oktató vagyok. Szeretnék egy picit beszélni magáról a Szenior Örömtáncról. Ez egy forradalmian új közösségi mozgásforma, elsősorban az idősödő korosztály számára. Több évtizeddel ezelőtt indult Németországból, és lassan most már 10 éve lesz, hogy Magyarországon is elérhető. Itt Kiskörösön is működik egy 30-35 fős létszámmal Szenior Örömtánc csoport. Lehetősége is volt már a csoportnak bemutatkozni városi rendezvényen. A Szenior Örömtáncról annyit érdemes tudni, hogy
nagyon nagy jótékony hatással bír, szellemre, testre és pszichére egyaránt. Jelszava a mozgás öröm agytorna. Nagyon nagy örömmel zajlanak, nagy örömben zajlanak a táncos órák, amik úgy néznek ki, hogy az oktató elmagyaráz és bemutat egy táncot, ami lehet körtánc, lehet páros tánc, lehet blokktánc, vagy akár ülőtánc is. És a zenére, amikor az óra résztvevői elsajátították a koreográfiákat, egy-két lépésből álló könnyű koreográfiákat, utána zenére a csoport eltáncolja, és veszik a következőt. Tehát nem úgy működnek ezek az órák, mint egy klasszikus társastánc óra. Itt mindenki mindenkinek a párja, ha páros táncokról van szó, és nem úgy táncolunk csak ahogy a ritmus adja, hanem egy konkrét koreográfiára, akár páros, akár körtáncként. Ezekből fognak majd látni ízelítőt, és hetente egy alkalommal, és szeretném, ha táncolnának velem együtt. Jó egészséget kívánok! Az első táncunk egy ülőtánc lesz. Az ülőtánc, a szenior örömtánc egy olyan szegmense, amit elsősorban mozgásukban korlátozottak részére dolgoztak ki, viszont súrmozdulatokból áll, ami olyan nagyon jó agytorna, hogy nagy kedvel táncolják mindannyian, minden órán a táncosok. Szeretném megkérni, hogy a széken úgy foglaljanak helyet, hogy a szék első egyharmadán üljenek, a combuk és a lábszáruk egy derékszöget zárjon be, stabilan lent legyen a talpuk a földön, és egyenes háttal, mintha egy képzeletbeli madzag, mint egy marionett bábút húzna föl bennünket a plafon felé. Az első ülőtáncunk egy, az a címe, hogy Harlekin, és szeretném bemutatni zenére, utána kicsit begyakoroljuk a mozdulatokat, és eltáncolják velem együtt. Első ülőtáncunk, szóval szék első egyharmadán foglalunk helyet, és egyenes háttal a jobb vállunkat, de ha pontosan nem az a váll sikerül, nem probléma, az egyiket, jobb vállunkat fölhúzzuk egyszer, vissza, bal vállunkat fölhúzzuk vissza, és most kétszer mindkettőt, és visszaengedjük, azaz. Most jön a láb. Jobb lábunkkal tippelünk előre, a fél talpon, tehát a lábujjhegyünk van lent a földön, visszahúzzuk. Most a bal lábunkat visszahúzzuk, és ezt megismételjük. Jobb láb, vissza, bal láb, vissza. Azaz. Most újra a kéz jön, jobb kézzel integettünk fönt, négy ütemen keresztül. Bal kézzel is integettünk, négy ütemen keresztül. Jobb kezünket lerázzuk magunk mellett, visszatesszük. Bal kezünket is lerázzuk, visszatesszük. Behajlítjuk magunk előtt a kezünket, és tekerünk előre négyet, tekerünk vissza is négyet. Utána pedig jobb kézzel kezdve fölváltva négyszer nyújtózkodunk jó magasra. Ne okozzon senki magának fájdalmat, de azért lehet kitolni a határokat. Fölnyújtjuk a kezünket, vissza. Bal kezünket, még egyszer, jobb, vissza, bal, vissza. Ugye ebben az a kihívás, hogy a mozdulatokat egymás után eszébe jut-e az embernek, és tudjuk-e követni, de én mutatom, és ha szükséges, majd mondom is, úgyhogy jöjjenek és táncoljanak
velem együtt zenére. Egészségükre! A megyei harmadosztályi labdarúgó bajnokságban a Vadkert FC estéje 2 csapata március 20-án a Bócsai BLS-e gárdáját látta vendégül. A küzdelem sorozat 16. fordulójában a Soltvadkerti műfüves pályán lejátszott találkozó fordulatokban gazdag összecsapást hozott, amelyet a bócsaiak nyertek meg 5-4-re egy utolsó percben szerzett találattal. A mérkőzés végeredményéhez ugyan gratulálni nem tudok, azonban a te teljesítményedhez és a 3 gólodhoz mindenféleképpen. Gondoltad volna a mérkőzés előtt, hogy sikerül ma 3-szor az ellenfél kapujába találnod? Megmondom őszintén, nem, de örülök neki. De az viszont bánt, hogy hazai környezetben a Bócsi csapatától kikaptunk. Azt gondolom, hogy mezőnybe uraltuk a játékot. Hát volt Evan Tudnilik, aki a 4 gólt rúgta náluk, ő vezeti a góllövő listát. Jobban kell koncentrálnunk hátul. Akkor tisztában kell lennünk azzal, hogy egy ilyen játékos van-e az ellenfélnél. Azt gondolom, hogy oda kell rá figyelni, készülni kell minden egyes pillanatára, mert megmutatkozott a mérkőzésen, és hogy megbosszulta magát, mivel érzi a kaput. Neked azért voltak helyzeteid, de mondhatom úgy is, hogy sokat magadnak alakítottál ki. Ez jellemző játékodat, hogy szív, lélek, küzdelem, hajtás? Igen. Szeretek brusztolni, és hogy igazán nem vagyok egy technikai zsonglőr. Ezzel próbálom úgymond kompenzálni. Most hála Istennek így hozta a sors, hogy 3-szor is sikerült betalálni. 3 közül melyik volt a legszebb? Neked? Hát azt gondolom, hogy a 3. Meg tudtam verni a védőt, felnéztem, és elrúgtam a hosszút a kapus mellett.
Gondoltad volna még, hogy a mérkőzésen ugye kétszer vezetett a Bócsa, hogy vissza tud jönni még a csapat a meccsbe? Ugye 1-2-nél, 2-4-nél hogyan érte meg? Én azt gondolom, hogy 2-4-nél még én azt éreztem, hogy meg lehet. Ugye a döntetlen az érett is. Hát itt az utolsó pillanatokban megint koncentrálni kellett volna. És azt hiszem, hogy a nagy küzdelemben az X az megérdemetten maradt volna, vagy reális lett volna. Az utolsó percekben, amikor kaptuk a gólt, van, amit mondtál a társaknak, mire utaltál a kapott gólnál? Hát a fél pályán a jobb oldalon kiindították, innen indult a támadás. Én azt gondolom, az utolsó percekben itt nincs semmi kockáztatás. Ezt itt le kell fautolni, és nem érkeznek a kapu elé, és elkerülhető a negyedik gól. És ezért mondom, hogy az X az tökéletesen feküdt volna, akkor már így a végére egy küzdelmes mérkőzésen. Van hiányérzeted a mai nappal kapcsolatban? Hát van, abból szempontból, hogy úgy érzem, hogy nem égett mindenki 100%-on. Voltak hiányok. Ha mindenki tökéletesen odaáll, akkor szerintem nincs probléma. Hogyan látod az elkövetkezendő mérkőzéseket, esélyeket? Fú, ez most nagyon jó kérdés, mert Kiskörösre látogatunk. Az egy örök rangadó. Ott is megpróbálok mindent megtenni a csapat érdekében, hisz a Kiskörös egy örök rivális. Hát ha nem sikerül két gólt, vagy egyet, maximum csak egyet rúgni, de az győztes, akkor nyugodt szívvel jövök le a pályára. Egy szomszédvári rangadóra készültetek a mai napon. Miben más egy Bócsa elleni találkozó, mint a többi, az egyéb mérkőzések? Azt azért gondolom tudtátok, hogy ez egy jó csapat lesz. Igen, tudtuk róluk, hogy jó csapat. Sőt, szerintem évről évre egyre jobb csapat. Nekem szimpatikus társága egyébként. Bócsa, főleg ők is itt edzenek ugye a Vadkerten, a mindennapukat együtt töltjük, gyakorlatilag edzési időben is találkozni szoktunk. Nekik is ez a hazai pályájuk, szimpatikus csapat, jó csapat, jól is igazolnak évről évre, fejlődnek sokat itt a edzések folyamán is, ez meg is mutatkozik a játékukba, és lelkesek, és jó csapattá érettek az elmúlt években. Eiler Aci azt mondta, hogy van egy csatárjuk, aki nagyon gólerős, vezeti a gólövő listát. Mi volt a gond, hogy őt nem tudtuk ugye Vargát megfogni? Igen, vezeti a gólövő listát, elég sok gólt lőtt, most féltávnál 23-nál járt. Betalál minden csapat ellen, többet is szokott lőni. Én azt gondolom, hogy magasabb osztályban is megállná a helyét. Jó játszik náluk is, a kontrajáték, amit játszanak, ebben nagyon jó. Próbáltuk mi is a saját védelmünket egy picit gyorsabbá tenni, ezért a Windeker Tamást hátrahoztam bal hátvédbe, illetve a Ritter Petit pedig jobb hátvédbe. Mind a ketten nagyon gyors játékosok, de mégis adottak sajnos olyan gólszerzési lehetőségek, amiben a Tibi nem hibázott, és hát sikerült szinte az összes helyzetét gólra váltania. Igen, hát az úgy tűnt, hogy az első részében a mérkőzésnek ugye az első négy találat, az szinte négy kapuról és négy bócsai gól. Ritkán látni ilyet, hogyan élted ezt meg a pályán belülről, aztán a végén ugye lecserélésed után kívülről? Hát az eredmény alakulása az végigszoros volt, tehát egy góllal vezetett a Bócsa, aztán egyenlítettünk, vezethettünk volna, 11-est hibáztunk. Lélektanilag jobb lett volna, hogyha a Paprovi gólra váltja azt a 11-est, azt gondolom, hogy egy kicsit megnyugtattuk volna a csapatot, vagy megnyugtattuk volna, illetve a játékunk egy kicsit dinamikusabb lett volna utána, jobban tudtuk volna járatni a labdát, labdabiztosabbak lettünk volna. Hát nem így alakult sajnos, ez rányomta a bélyegét, és az az igazság, hogy nem mindenki vette fel azt a fordulatot, amit a bócsaiak diktáltak. Szerintem nagyon lelkesek voltak, és minden labdáért elszántan küzdöttek. Ez most az én csapatomból valamiért hiányzott. A 11-es, a kihagyott 11-es fordulóbot volt szerinted a mérkőzésben? Szerintem abszolút, bár a Paprovicsot tudom ezért hibáztatni. Nagyjából is szokta lőni a 11-eseket, tehát minden erejét beleadja. Nagyon technikás játékos egyébként. Itt azért azt gondolom, hogy okosabban kellett volna egy ilyen nagy tétnél, döntetlen állásnál góra kell váltani, tehát nincs mese, itt ez egy hiba volt részéről, de ezen túl kell menni. Egyébként jól játszott a meccsen, tehát azért nem tudom
számon kérni emiatt, mert ő egyébként sokat tett a játékhoz, sajnos ez a vele járója, hagyott már ki más is 11-est a csapatnál, fog is még biztosan kihagyni, minden esetre legközelebb nem lövő. 1-2 után ugye visszajöttetek a meccsbe, 2-2, aztán 2-4 lett. Mind a két esetben gondoltad, hogy esetleg a csapat vesztett helyzetből fel tud még állni? Abszolút, én erősnek tartom a csapatunkat mentálisan, szerintem vissza tudunk jönni. Egy kicsit azt is vettem észre a Bocsi játékán, hogy próbálták onnantól kezdve már húzni az időt, vagy kicsit tartani a labdát. Én még éreztem az erőt, hogy meg tudunk újulni, és ezért azt gondoltam, hogy le tudjuk dolgozni a hátrányt. A végére sikerült is, aztán próbáltam is kockáztatni, még egy csatát behoztam, hát ha megszületik a győztes gól is, mert egyébként a helyzetek megvoltak hozzá, és pont az az egy-egy befejezés hiányzott. Én azt éreztem már kintről, amikor kintről néztem az utolsó fél órát, akkor ezt láttam, hogy a befejezés hiányzik sok esetben, amikor kavarodás van a kapu előtt, akkor már csak megfelelően érkezni kellene. Próbáltam úgy cserélni, hogy frissek maradjunk, de a Bocsiak nagyon lelkesek voltak, és a végéig kitartottak. A végén a bekapott gól, mi volt a hiba ott, te hogyan láttad? Te azért kívülről láttad ott már az eseményeket, Eller Laci is elmondta a véleményét, mondd el te is. Egy szöglet szituációból alakult ki az egész, ugye 4-4 volt az állás, egy perc volt talán hátra, és hát mi rúghattunk szögletet, és mi győzni akartunk, és ezért sokan felmentünk a szögletnél. Akik hátul maradtak, azoknak viszont határozottan kell ilyenkor védekezni, ez elmaradt most. Egy vagy két ember maradt elől, mi egyébként létszámfölényben voltunk, szóval ez egy elkerülhető gól lett volna, lekontráztak minket. Rutintalan gól volt szerintem. Lehetett volna egy taktikai faltot csinálni esetleg, vagy kicsit behátrálni és belassítani a támadást, ez elmaradt. Egy jó kontrát vezetett a Bocsiból, és ezért meg tudta szerezni a győztes gólt. Van, amiből a mai mérkőzésen lehet tanulni, vagy tanulságot levonni? Hát alapvetően 5 gólt nem szabad kapni, mert 5 góllal, aki 5 gólt kap, az nem fog meccset nyerni soha. Szóval ez egy örök igazság, ezt nem kell túlmagyarázni. A 4 lőtt gólunk az nem rossz szerintem. Hát jó védekezés kell hozzá, jó csapatmunka kell hozzá, és mindenkinek 100%-ig oda kell tennie magát, és alázatosnak kell lenni a továbbiakban is. Jön most egy kiskörös elleni szomszédvári övökrangadó, mondhatom így. Milyen lesz a csapatnál a heti hangulat, hogyan fogtok készülni? Gondolom ez egy teljesen más lelkiállapot, más mérkőzés lesz. Hát megmondom őszintén, attól függetlenül mi győzni megyünk Örösre, legalábbis ezt próbálom beleplántálni a játékosokba, én nagyon remélem, hogy sikerülni fog. Gyakorlatilag a körösi meccs, akárhol is játsszák, Vadkerten vagy Körösön, az egy rangadónak számít, mind a két csapat úgy készül, hogy fokozott figyelmet fordít rá, a szurkolók is tudnak róla, szerintem jobban ismerik ennek az időpontját, mint esetleg a többi meccsét, kíváncsiak az eredményre, tehát nyomon követik. Komolyan fogjuk venni a heti munkát is, fel fogunk tisztességesen készülni, oda fogjuk tenni magunkat, abban biztos vagyok. Remélem, hogy jobban fog alakulni az eredmény is számunkra, nem fogunk kevésbé támadni, vagy defenzívebben játszani, mint akár hazai pályán, győzni megyünk Örösre is. Kedves nézőink, ennyi volt már a Vadkerti Krónika, amelynek legfrissebb számát a szokott időben jövő héten, kedden este 7 órakor láthatják, de tartsanak velünk továbbra is, hiszen már is jövünk a Solt Vadkerti magazinnal.